Dr. Bíró Róbert több mint 30 éve került kapcsolatba Mónosokorral. Beleszeretett a helybe, és a 80-as évek végén vásárolta a templom melletti telket. Szerződést kötött a sellyei református társegyházközséggel, hogy ő tartja rendben a templom környékét. Az akkori nagy bozótot kiirtottam, falak tövébe olyan ilyen bodzák, ugye egyéb, amit ki kellett vágni, hogy egyáltalán össze ne dőljön. Körülbelül egy olyan 25 éve egyszer átraktuk a tetőt, tehát átléceztük, átcserepeztük. Sajnos a két hátsó gerenda fölé nem lett a bádok fölrakva. Az azóta ázott, és most ugye megvolt a kegyelemdöf, és a tavalyi évben lerogyott a tető. A Mónosokoron lévő református templomot 1856-ban építették, de mára már megrogyott a tető, kitörtek az ablakai, értékeit, vagyis a két harangot és a márvány úrasztalát kölcsönadták. 94 négyzetméter alapterületű, 5 méter magas karzattal rendelkezik, Baranya megye legkisebb temploma. Gyakorlatilag itt az 1970-es évek végéig működött istentisztelet, illetve tartottak istentiszteletet, mivel sajnos a település elnéptelenedett, nem volt, aki istenházába járjon, így gyakorlatilag nem nagyon volt gazdája. Majd elkövetkezett a 2017-es év, amikor megcsörrent a telefonon, bemutatkoztak, hogy Dr. Bíró Róbert vagyok, és itt beszélnünk kell. És eljött a Robi, beszéltünk fel, és ő azt mondta, hogy figyelj, mentsük meg ezt a templomot. Ez egy nagyon jó ötletnek tűnt. El is jött egy presbiteri gyűlésre a Robi, ahol megbeszéltük azt, hogy akkor jó, ezt a templomot mentsük meg. Bíró Róbert, aki a templom körüli terület tulajdonosa, családjával és barátokkal kezdte a templom helyreállítását. Törekvését a sellyei református társegyházközség is támogatja. Ez elkezdődött valójában szeptemberben, amikor a két svájci unoka öcsémmel leszettük a lerogyott részt, ugye letakarítottuk, és azóta megy folyamatosan. Sajnos nehezen lehet a dolgot összehozni, ácsok is ígértek, hogy jönnek segíteni. Akkor úgy gondoltam, leszek én ács, ha nem érnek ide, megoldottuk, baráti társággal, családdal, úgyhogy külön köszönet a okorágiaknak. Igaz, hogy most Mónosokor az okorág része, de azért én ezt mindig úgy tekintem, hogy különközség vagyunk, tehát akkor ők azért besegítettek, jöttek, adtak embereket, úgyhogy tényleg le a kalappal előttük, tehát eddig én úgy gondolom, hogy amit tudtunk, azt megtettünk, úgyhogy remélem, hogy innen folytatjuk tovább. Sejjén 3-400 református él, a környékbeli falvakban viszont alig több, mint 10. A templomok nagyon rossz állapotban vannak. A sejjei templom tető és javításra szorul, pályáztunk, nem nyertünk, de hát valamennyi pénzünk van, amivel szeretnénk kijavítani, vagy legalábbis óvni az állagát, de rossz állapotban van a Kákicsi és az okorági templom is nagyon rossz állapotban van. Ott is tetőjavítás nagyon-nagyon sürgős lenne. Meg hát ugye a Mónosokor. Először a félelem fogott el bennünket, mert azt hittük, hogy megveszik és lebontják. Tehát nagyon nagy megkönnyebbülésünkre nem ez történt, hanem a Robi felajánlotta a segítségét, amit mi nagyon jó szívvel elfogadtuk, és próbáljuk is támogatni. Már gondoltunk a költségvetésbe is, hogy anyagilag is hozzájárulna a sellyei egyház ahhoz, hogy a templom állaga valamennyire helyreálljon. A folytatásban kőműves munka, csatorna lerakás, ajtó és ablakcsere, valamint a belső berendezés helyreállítása vár Bíró Róbertékre. A tervek szerint istentiszteletet is tartanak majd a templomban, de kerékpártúrák célállomása is lesz.